Sziasztok, kedves nézőink! Ez itt a Parallaxis Labor második évadának immáron harmadik része. Ugyanitt vagyunk a Kármán laboratóriumban az ELTE-n dr. Habil Vince Miklóssal, akivel most jelenleg valami örvényt fogunk kutatni. Szia! Igen, hát tudod, ez az örvénykísérlet, ez egy zsebtornádó tulajdonképpen, ez a kedvenc kísérletem, mert a legegyszerűbb előkészíteni mint közül, közben pedig tök látványos, meg sok mindent lehet belőle tanulni. Azért hívom zsebtornádónak, mert hát tulajdonképpen a tornádóban is mi történik, van egy örvényrés, ami megtart anyagot. Ugye ezt tudjuk, hát felkap mindenféle cuccot, és teheneket, békákat, ugye, háztetőket, és máshol lerakja őket. Tehát a hullámokkal ellentétben az örvények, mint például a tornádó is, szállítanak magukkal anyagot. Ez egy nagyon fontos különbség. Tehát ezek másféle jelenségek, mint mondjuk a cunamik esetében megtárgyalt hullámjelenségek, ahol nagyon minimális az úgynevezett anyagtranszport. Ehhez képest az örvények, azok többek közt arról ismerszenek meg, hogyha belekerül valami, akkor azt viszi magával az örvény. És ez, hogy miért történik és hogy is van, ennek a bemutatására ez egy nagyon jó kis kísérlet. Itt forog egy mágnes. Beszélj már erről a gépről, mert ez nekem nagyon érdekes volt, hogy konkrétan a vízben egy mágnes forog, és ez a gép tudja forgatást állítani, meg melegíteni is tud. Igen, bár most a melegítő funkcióját nem használjuk ki, de való igaz, hogy ezzel lehetne egy tükörtojást készíteni ezzel a berendezéssel. De ezt a funkcióját nem szoktuk alkalmazni. Egy nagyon érdekes dolog lenne amúgy, lehetne ilyen aláfűtéses, konvekciós kísérletet csinálni. Amit mi kihasználunk most ezzel szemben, ez a tekerő funkció. Hát ebben igazából van ebben a dobozban egy állandó mágnes, ami forog, és az viszont megforgatja a bödön, vagyis a nagy főzőpohár belsejébe bedobott kicsi mágnest. Ami speckó mágnes, amiben látom, hogy van valami... Van itt több ilyen is, megnézheted, ezek ilyen műanyagba bevont mágnesek, és az, hogy olyan fekete valamit ragasztottunk rá, annak igazából az az oka, hogy ne legyen szimmetrikus az alakzat teljesen, mert amikor gyors kamerával vizsgáljuk ennek az örvénynek a dinamikáját, akkor azt nagyon fontos tanulmányozni, hogy éppen milyen fázisban van maga a tekerés. És akkor, hogy meg lehessen különböztetni, hogy mikor áll így a kis mágnes, és mikor áll fordítva a kis mágnes, ami amúgy ugyanúgy néz neki, ezért aztán fekete bevonatot tettünk az egyik végére, de a mai napon ennek most nem lesz jelentősége. Ennek viszont annál inkább, ez egy fantasztikus hangszer egyébként, rumbatök. Egy tök jó séker, igen, vagy rumbatök, viszont igazából kis műanyag részecskéket tartalmaz, ami könnyebbek, mint a víz. Granulátumot. Abszolút. Ez a helyes kifejezés. És ezt a granulátumot ide szépen rászórom a tetejére. És ezt fogja vinni. Hát igen, de nem is akárhogy. Oszt a hétszer. Ugye az biztos, hogy a tetején úszik az elején, mert hát könnyebb, mint a víz. És hogy mivel a sűrűsége kisebb, mint a víz, fenn akar maradni a tetején. De amint bekapja az örvény, és ezért jó, hogy most fekete hátteret raktam mögé, hogy jobban lássuk, tehát, hogy függőlegesen valami nyomja őket lefele. De ráadásul azt is látod, hogy nem akárhol, hanem hogy középen, mint hogyha egy láthatatlan ilyen gyöngysor. Egy lánc lenne, igen. Igen. És az a vicc, hogy ez tök stabil, tehát hogy elkezdem minden erőmet belevetve széttrollkodni ezt az egészet, hogy itt hullámzik az egész, meg lötyög, táncol az egész. És akkor ezért mondják azt egyébként, hogy ezért nehéz kiúzni az örvényből? Tehát, hogyha egy örvénybe bekerülsz, és ez lehúz, akkor ott utána elég nagy erő kell ahhoz, hogy ki tudj menni ebből a... Ez így van. Mert hogy ugye az embernek... Bár hát ez egy határeset, ugye, de hogy az embernek nagyjából annyi a sűrűsége, vagy kevesebb, mint a vízé. Tehát, hogy ha már annyira erős egy örvény, hogy le tud téged nyomni, mint hogy ezeket a golyókat is, akkor tényleg a legegyszerűbb lemenni az aljára, és bízva abban, hogy ott nem egy forgó propeller csinálja az örvényt, mint itt, ami földarabol, akkor esélyes, hogy oldalra kiúsz. Na most ezt a Kármán laborban, amikor vannak bemutatók, mindig elmondom az embereknek, és mondom, hogy ha valakinek ez az információ mentette meg az életét, az dobjon egy e-mailt utána. Na most ilyen e-mail eddig nem jött. Most ebből vagy az következik, hogy senki nem járt így, vagy az, hogy mi itt hamis információkat terjesztünk. Nem tudjuk. De a lényeg az, hogy ebben az örvény modellben mindenképp látjuk, hogy ez a helyzet. Most egyébként, ha belegondolsz, ezt tulajdonképpen értjük, hogy ez miért ilyen rettenetesen stabil. Ez ugye maga
ami az a tehetetlenségi erő, amit centrifugális erőnek hívunk, csak fordítva. Azt megszoktuk, hogy amikor forog a mosógépben a forgó dob, akkor a ruha kimegy a szélére, vagy amikor kanyarodunk az autóval, akkor a külső ív felé nyomódunk kifele. Igen. És oda fog kifele. Na de ugye gondoljunk bele, hogy ez a közegnél könnyebb, buborékok nyelvén pont fordítva van. Tehát az, hogy a forgó dobban, a mosógépben a ruha kimegy a szélére, azt úgy is mondhatjuk, hogy a ruha hiánya bejön középre. Más szóval, hogyha ezt az egész labort megforgatnánk, mint egy nagy centrifugát, amiben az űrhajósokat képzik, és akkor mi felnyomódnánk a falra a centrifugális erőtől ebben az együttforgó rendszerből nézve, de elengednénk egy héliumos lufit, mit csinálna a héliumos lufi? Bemenne középre. Igaz? Tehát ő nem nyomódna ki velünk a falra, hiszen ő könnyebb, mint a levegő. Pont, hogy a levegő akar oda nyomódni, és a levegő hiánya meg föl akar szállni. Na hát ugyanez van itt is, tehát ezek buborékokként viselkednek ezek a lyukak, és ezért jönnek be középre. Tehát a víz kimegy, a víz hiánya bejön. Ugyanamiatt, ami miatt ez a szép tölcsér itt kialakul, ami szintén a víz hiánya, és középen van, és ha ügyes vagyok, akkor oda be tudom tenni az ujjamat, úgyhogy száraz maradjon. A víz szintje lehet. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy tornádó, ugye a tornádó sem alulról egy propeller indítja el, és igen. Mégis ugye, hogyha leér a tölcsén alulra, akkor az gáz, mert ugye akkor föl tud kapni mindent, és igen. Onnan nem lehet kiúszni. Tehát... Ez így van. Na most a tornádó esetében még jobban látszik a hasonlóság, hogyha most elveszem ezt a fekete hátteret, és a helyére kedvenc demonstrációs eszközünket, a kék ételfestéket alkalmazzuk, amire ugye nem igaz, hogy könnyebb, mint ahogy a tornádó által felkapott cuccokra sem igaz, hogy könnyebb, mint a levegő. Erre a kék cuccra sem igaz, hogy könnyebb, mint a víz, de mégis érdekes dolog történik. Azt vehetjük itt észre, hogy a kék ételfesték is belül becsapdázódik egy olyan tartományba, ahol ott is marad, és nem oszlik egyenletesen szét. Láthatod, hogy amúgy, hogyha kijebbre csinálom a befecskendezést, akkor az nem csinálja ezt a feature-t, ezt a tulajdonságot, az szépen szétoszlik. De hogyha belülre rakod, az örvénynek a belsejében, most igyekszem csak oda csöpögtetni, hogy jól kijelöljük ezt a, ha úgy tetszik, horizontot, amin belül bent marad az anyag. Horizontot. Hát amúgy nem is hülyeség az elképzelés, mert bizonyos szempontból lehet úgy érvelni, hogy egy fekete lyukban is hasonló dolog történik. No, nem magában az esemény horizontban. Csak mert így szokták, hogy az a fekete lyukat is ilyen örvénnyel szokták jellemezni. Vagy hát szemléltetni, így van. Pont amúgy az Interstellárban volt ez, hogy... És, megnyomja és a fekete lyukhoz, meg az összes örvényhez amúgy hasonlóan, ez is annyira anyagtartó, hogyha őt is elkezdem táncoltatni, akkor ott marad a kék festék. Most ismét megcsináljuk. Ez szép lassan beleoldódik akkor is. Igen, mert itt van az alján ez a mágneses keverő, ami persze azért elrontja a dolgot, de azért itt is jól látható a dolog. És az is, hogy akárhogy próbálom rázni, viszi magával az anyagot. De csak azon a tartományon belül. Ugye felmerül a kérdés, hogy miért itt? Hát azért, mert szerintem ott a közepén van az, hogy az örvény úgy forog, mint egy merev test, vagyis mint egy olyan vödör, amit ha feltöltenél vízzel megforgatnál, akkor egy idő után az egész egyszerre forogna, és a tetején ki is alakulna egy paraboloid alakú profil. De itt ugye nem az egész vödör forog, mert a széle áll. Tehát a víz az tapadni akar az álló szélhez a szélén, és viszont a középen meg együtt akar forogni ezzel. És valahol a kettő között kell, hogy legyen egy távolság, amin belül még együtt forog a propellerrel, de azon kívül már nem. És szerintem ez definiálja azt, hogy mi az a tartomány, amin belül megtartja az anyagot az örvény, és az örvények annyira stabilan megtartják az anyagot, hogy gondoljunk bele, ott van a naprendszerben a Jupiter nagy vörös foltja, ami a legnagyobb örvények egyike a naprendszerben, nagyobb, mint a Föld. És hát az a helyzet, hogy azt pont azért fedezték föl, még a 17. században is azóta ott van, azért fedezték föl, mert hát más színű, mint a környezete, tehát visz magával valamiféle anyagot, mint ahogy a tornádó is. Attól lehet észrevenni, hogy hol van a tornádó, mert viszi magával az anyagot, mint itt is. Most nézve ezt a dolgot, nekem egy nagyon érdekes, már-már
pervers dolog jutott ez eszembe, hogy ugye itt van ez a víz, azt elmondhatjuk, hogy amiatt a propellere miatt az energiasűrűség nagyobb abban a csőben, ami ott van. Tehát ott nagyobb energia van. Mi van, hogyha mondjuk a villámokon, ami hasonló dolog miatt alakulnak ki, ugye az töltéskülönbség, tehát tulajdonképpen ha lefordítjuk a kettőt, akkor tulajdonképpen ott is tehát van potenciálkülönbség, és ugye egy ilyen plazma réteg képződik, ahol a töltés kisül. Mondjuk ez nagyon elvont dolog, amire gondolok, vagy... Hát annyiból biztos nem, hogy kimutatható szerintem, mintha olvastam volna ilyet, hogy a tornádók közelében tényleg amúgy megnő a villámaktivitás is. Tehát a kettőnek még ilyen direkt köze is lehet egymáshoz, hogy valóban nyilván itt dörzs elektromosság is ébred egy ilyen tartományban. No nem pont a belsejében, hiszen az együtt forog, hanem itt a környezetében levő részben, mert pont ott van a nyírás. És ennek a nyírásnak a következtében, abban az akréciós korongban, ha úgy tetszik, ami itt van, ott alakulhat ki olyan helyzet szerintem, ami akár kisülésekhez is vezethet. És még a tornádókhoz kapcsolhatóan, ugye ezt mondják, hogy tornádó előtt vagy után ilyen iszonyat heves jégeső szokott kialakulni, hogy ez valahogy köthető a hideg front mellett, vagy a keveredés? Nem tudom, én erről nem hallottam, és ezt nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de azt tudom, hogy a tornádók úgy alakulnak ki, vagyis amennyire én tudom, úgy alakulnak ki, hogy tényleg van egy nagy hőmérsékletkülönbség, mert kell, hogy legyen egy konvekció, vagyis egy sima feláramlás, hogy a meleg levegő elkezd feláramlani. Ugye az egy csövet, egy ilyen örvény csövet alakít ki, de az vízszintes. És valami kell ahhoz, mondjuk egy domborzati akadály, vagy egy nagyon erős feláramlás, hogy ezt a vízszintes örvénycsövet felhúzza, és függőleges helyzetbe állítsa. És az biztos összefügghet olyan hirtelen időjárási változásokkal, amik akár ilyen jégesőszerű dolgokat is eredményezhetnek, de ezt most csak így most összerakom azt, amit mondtál. Mert ugye a legtöbb tornádó az Kansasban van. Igen, meg azon a területen. Ott iszonyatosan nagy síkságok vannak. Így van. Ott a nagy síkságok mentén tudnak lenni olyan termékek, olyan feláramlások, amik alkalmasak arra, hogy ezeket az örvénycsöveket így megemelik, és átalakítják tulajdonképpen függőlegessé. De ugye hallottunk már tornádról Magyarországon is, meg hát filmeztek Debrecenbe is, meg itt ott a módon. Igen, érdekes módon a Kárpát-medence az a világ második legforgószelesebb területe. Más kérdés, hogy azok általában nem ilyen nagy, ilyen óza csodák csodája típusú kansasi tornádokban öltenek testet, hanem kisebbek szoktak lenni, vagy ha tornádok, akkor nem érnek le a felszínre, de attól még bizony a magyar alföld is ehhez egy teljesen jó terület, és bizony jó sok forgószél van ott is. Amik szintén anyagtartó örvények, még hogyha nem is olyan brutálisak, mint amik Amerikában szoktak néha előfordulni. Hát ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy elmondtad nekünk és a nézőinknek is. Ne felejtsétek el, legközelebb is lesz Parallaxis Labor. Megköszönjük a figyelmeteket, ne felejtsétek el lájkolni és patronálni minket a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül. Sziasztok!